megjelenése legendásan elegáns. Kékes szürke sötét öltöny, ezüst szürke mellény, fakóvörös gatya, élénk narancsvörös lábak, világos karmok. Ám madarak esetében meglehetősen szokatlanul mégsem a hím a feltűnőbb jelenség. Élénkebb és változatosabb színű, fekete maszkot viselő párjának eleganciájával még ő sem tudja felvenni a versenyt. Kékvércse, a repülés színpompás bajnoka. A Kárpát-medence szívében, az Alföld erdős sztyep vidékén járunk. A táplálékban gazdag pusztai élőhelyen, a legelőkön, réteken, a szántóföldi művelés alatt álló területeken, valamint a mocsarakat és vizes élőhelyeket szegélyező facsoportok, fasorok között. Áprilisban érkezik ide telelő területéről, Afrika déli részéről, az egyetlen hazánkban rendszeresen, telepesen költő ragadozó madarunk, a kékvércse. A többi sólyomféléhez hasonlóan nem épít fészket. A varjúfiókák kirepülése után azok felszabadult fészkeit foglalja el. Ám az utóbbi három évtizedben a vetési varjú fészkelő állománya jelentősen lecsökkent, a kékvércsék fokozatosan elvesztették fészkelési lehetőségeiket. Szerencsére fészkelőládák kihelyezésével a füves puszták környékén nagy telepeit sikerült kialakítani. Csak hogy a nyílt élőhelyen ritka kincs az üres fészek, ezért más albérlők, vörösvércsék és csókák is beköltöznek. A fiókák három hét után kikelnek, a szülők a közvetlen közelükben maradnak, egy hónapig etetik őket. Sáskákat, szöcskéket és különböző bogárfajokat fognak. Gyakorta fecske módjára a levegőben fogyasztják el prédájukat. Bogártáplálékuk jelentős aránya folytán bogarász sólyomnak is nevezik. Bármi elképzelhetetlen, hamarosan a földközi tengert és a Szaharát megállás nélkül fogják átszelni, ez alatt egyáltalán nem jutnak táplálékhoz. Csak kellő tartalék energia felhalmozásával élhetik túl a 8000 kilométeres utat, melyet 2-3 hét alatt tudnak le. Létkérdés az indulók számára a kellő táplálékot és pihenőhelyet biztosító pusztai élőhelyek zavartalan fennmaradása. Így lehetséges, hogy a vonulás előtti gyülekezésük során akár több ezres csapatokba is összeállnak az éjszakázó helyként szolgáló fasorokban és erdőfoltokban. Talán ezért is kapta latin nevét Falco Vespertinus, azaz esti sólyom. Tömeges alkonyi gyülekezésük az alföldi puszta rejtett különlegessége.